Volodymyr Zelenszky elnök szerdán távértekezletet tartott, amelyen a lengyel gazdák határblokkádjára adandó válaszokat és a fronthelyzetet vitatták meg. Számolt be az Erbeka Ukrajna hírportál az államfő Telegram közlésére hivatkozva. Az elnök elmondta, hogy a távértekezleten részletesen megvitatták a helyzetet és meghatározták Ukrajna következő lépéseit. Ezek nagyon gyorsak lesznek, tette hozzá. Folytatni kell az Európai Unióval folytatott kereskedelem liberalizációját, és hálás vagyok az Európai Bizottság egyértelmű álláspontjáért. Egységünknek erősnek kell lennie a közös biztonság és az orosz agresszió által veszélyeztetett összes ország biztonsága érdekében is. Helyi érdekeknek ezt nincs joguk megingatni, hangsúlyozta. Nem lesz olyan helyzet, hogy az oroszok Kijevet az ellenőrzésük alá vonják, mert az elmúlt két évben kivertük a fogaikat. Jelentette ki Olexi Danilov, a Nemzetbiztonság és Védelmi Tanács titkára, a Natalia Moiseicsuk televíziós újságírónak adott kedd esti interjúban, számolt be az Erbek Ukrajna hírportál. A jelentés szerint Danilov kifejtette, hogy az oroszok jelenleg nem rendelkeznek azokkal a képességekkel, amelyekkel 2022. februárjában rendelkeztek. Nem lesz az a helyzet, hogy ők fognak itt uralkodni, még akkor sem tudtak, amikor teljesen más lehetőségeik voltak. Ez alatt a két év háború alatt, 2022. februárjától kivertük a fogukat. Csapatainkat körülveszik, bekerítik. Körülkerítjük őket, és nem lesznek, állította. Az Erembeó titkár kitért az oroszok Iránhoz és Észak-Koreához intézett segítségkérésére is. Ha lennének képességeik, nem fordulnának Észak-Koreához vagy Iránhoz, mondta el Olexi Az Európai Unió szerdán jóvá hagyta az Oroszország elleni 13. szankciócsomagját, közölte az EU belga elnöksége az X közösségi média platformon. Az uniós nagykövetek most állapodtak meg elvben a 13. szankciócsomagról Oroszország Ukrajna elleni agressziója miatt, közölte a belga elnökség az egyik legszélesebb körülnek nevezve azt, amit az EU jóvá hagyott. Az új csomagban közel 200 szervezet és magánszemély kerül fel a listára, de új áll ágazati intézkedések nincsenek, írta meg a The Guardian. A csomagot hivatalosan február 24-én az ukrajna elleni orosz invázió kezdetének második évfordulójára hagyják jóvá.